1998-ban egy új vállalat alakult azzal a céllal, hogy rendszerezze, mindenki számára hozzáférhetővé és hasznossá tegye a világ összes információját. A becslések szerint 300 évbe telik, mire sikerül ezt megvalósítani. A Google világa. Induláskor a sikeres vállalatok merész célokat tűznek ki. Kétség sem férhet hozzá, hogy a Google esetében a világ összes információjának rendezése és hasznosítása egy ilyen cél volt. A világhálóval kezdtük, de úgy véljük, hogy a küldetésünk jóval túlmutat ezen. Az összes kommunikációs formát és gondolkodásmódot is ideértjük, mert olyan sokrétű a dolog. Habár a Google egy egyszerű kereső programként indult, mára azonban az olyan alkalmazások, mint az Android, a Chrome, a Wave, a Picasa, a Google Apps, a YouTube és a Google Ocean, valamint most már a saját okostelefonja is internetes nagyhatalommá teszik. A világszerte megtalálható fejlesztő csapatai szinte naponta ontják magukból a technológiai újításokat. Mindeközben a Google a digitális adatok porszívójává vált. A becslések szerint 20 petabájt adatot kezel naponta, ami 130 milliárd fényképnek, vagy 5 milliárd iPodon tárolt zeneszámnak felelne meg. Emellett minden nap több mint 1 milliárd keresést is lefuttat, amivel az oldalt meglátogató felhasználók nyomot hagynak maguk után. A Google-ben végzett keresésekből felépülő adatbázis a szándékainkat tárolja. Elképesztő gyűjteménye annak, hogy mire gondolunk egy adott pillanatban, a kereséseink és az e-mailjeink alapján. Bármely intézmény, amely hozzáfér ehhez, hatalmában tarthat minket, vagy esetlegesen hátrányos befolyással lehet ránk. Tudja valaki, hogy mi ez? Sergey Brin és Larry Page a Google alapítói. A Google használatát jelzik. Remek, pontosan. Amikor először láttam, én nem tudtam, hogy micsoda, de ez az, ami hozzásegített a megértéséhez. Ez az ábra valós időben fut az irodámban, és minden egyes kiemelkedő pont úgy 20-30 keresésnek felel meg. A végső céljuk, hogy a Google-t egy mindentudó rendszerré alakítsák. Ez az előadás elvileg a jövőről szól, ezért úgy vélem, legalább egy kicsit érintem a témát. A tökéletes keresés megvalósításához nagyon okosnak kell lenni. A legjobb kereső motor valójában a mesterséges intelligencia lenne, ezért ezen dolgozunk. Kissé ironikus, hogy egy ilyen jószándékú üzenet népszerűsítéséhez a 2001 űrodisszeiában szereplő bajkeverő HAL 9000-es számítógép képét használják. Egyrészt az a célunk, hogy jobbá tegyük a világot. If I ruled the world, every day would be the first day of spring. Alig több mint 10 év alatt a Google a Szilícium völgy egyik legnagyobb és legegyénibb szereplőjévé vált. Ez idő alatt egy hatalmas, de emberséges vállalat képét alakította ki magáról, ám ez a megítélése változóban van. Amikor több millió könyv digitalizálásába kezdett, az írók és kiadók az öröm helyett válaszként pereket indítottak a szerzői jog megsértése miatt. Nem sokkal a Google News elindulása után a nyomtatott sajtó azzal a váddal vette célba, hogy romba dönti a reklámértékesítésüket, és a vállalat a példányszámok esése miatt is felelős. A Google birtokában lévő YouTube videó megosztóban a zene és a televízióipar fenyegető konkurenciát lát, ami aláássa a hagyományos pénzkeresési módszereiket. A jogvédők körében pedig felháborodást váltott ki, amikor a vállalat nekilátott az utcák lefényképezéséhez. Függetlenül attól, hogy milyen területre lép, látszólag mindig felfordulás és tiltakozás kíséri. Amikor vita üti fel a fejét, arra a mottójára támaszkodik, ami a nagyvállalatok stílusától idegenkedő egyik korai alkalmazottjának a fejéből pattant ki. Mivel korábban az Intelnél dolgoztam, tudatalat bennem volt, hogy nem akarok egy nagyvállalatnál dolgozni. Ezért tetszett ez a kicsi provokatívabb és érdekesebb dolog, és hogy az embereket egy kicsi zavarba hozhatom vele. Épp egy megbeszélésen ültem, próbáltam valami érdekeset kitalálni, és ekkor pattant ki a fejemből a ne légy gonosz jelmondat. Amikor ide kerültem, azt hittem, hogy ez csak egy vicc. Hogy ez csak egy marketing fogás a cégen belül. Sosem felejtettem.
felejtem el, hogy egy nap együtt ültünk egy reklámértékesítésről tartott megbeszélésen, amikor Ron, az egyik mérnök, ököllel rácsapott az asztalra és felkiáltott. Ez gonosz dolog. A megbeszélés hirtelen megszakadt. Olyan volt, mintha mindenki az asztal alá bújt volna. Mindez egyik pillanatról a másikra, abba az irányba terelte a megbeszélést, hogy ez a bizonyos változás jó-e vagy rossz-e az ügyfelek számára. Végül emiatt nem vezettük be. Nem rossz jelmondat, de mégsem illik ide igazán, mivel egyre nehezebben lehet azt állítani, hogy valaki nem gonosz. Ha végigvesszük a szolgáltatók által nyújtott számos különböző tevékenységet, már nem csak a keresésről van szó. Palo Alto, Kalifornia. A Google kereső motor a technológiai fejlődésnek ebben a meleg ágyában, a Stanford Egyetem informatika tanszékén született. Larry Page és Sergey Brin 1995-ben másoddiplomás hallgatóként találkoztak egymással. Sok közös volt bennük. Mindkettőjük édesapja főiskolai professzor, édesanyja pedig tudós volt. Mindketten 1973-ban születtek. Gyerekkoruktól kezdve lenyűgözték őket a számítógépek. Nagyon megválogatjuk, hogy kit veszünk fel PhD hallgatónak, de azért nem úgy nézett ki, hogy rögtön azt gondoltam róluk, hogy ők a legokosabbak, akikkel valaha találkoztam. Hector Garcia Molina volt Sergey Brin egyik mentora, akivel adatbányászati problémákon dolgoztak. Sergeynek a kora volt a legszembetűnőbb. 19 évesen került hozzám PhD hallgatónak. Leginkább az maradt meg bennem, hogy egy nagyon fiatal, nagy tudású és roppant okos kölyök volt. Az Oroszországban született Sergey Brin matek zseni volt, aki rajongott az úszásért és a tornáért. Larry Page az ötlet szülőatyja, aki meg akarta változtatni a világot. Nem tudom pontosan mikor, de összeálltak és együtt kezdtek el dolgozni a keresőmotoron. Az első kereső motort hétköznapi számítógép alkatrészekből építették meg, melyek egy részét az egyetemtől kérték kölcsön. Miután kimerítették a saját hitelkártyáikat, leleményes megoldásokkal egyensúlyozták korlátozott anyagi lehetőségeiket. Larry rájött, hogy jobban jár, ha különálló merevlemezeket vesz számítógépházak nélkül. Megépítették a saját gépüket, és ugyanannyi pénzből több tárhelyhez jutottak. A játéképítő elemekből összeállított szerkezettel és a titkos algoritmussal, amit Backrub-nak neveztek, egy forradalmian új keresőmotort tákoltak össze. Rögtön nyilvánvaló volt, hogy az oldalak rangsorolása lényegesen jobb, mint amit az Alta Vista kínált. A 90-es évek közepén az Alta Vista a kereső programok többségéhez hasonlóan csak a szöveget figyelte és a kulcsszavak száma alapján rendezte a találatokat. Larry és Sergey kereső programja jóval kifinomultabb volt, matematikai algoritmusa az internetes oldalak kereszt hivatkozásainak számát vette alapul. Minél több a hivatkozás, annál előrébb kerül az oldal. Az első keresés, amit beütöttem a Google-be, a kanadai dollár árfolyama volt. És pont a legjobban használható információt adta ki. Utálom azt mondani, hogy elállt a lélegzetem, de valóban így volt, mivel ilyen gyorsan rátaláltam arra, amit akartam. Elismerték, hogy egy egyetemi kutatási program keretei nem biztosítják a valódi működéshez szükséges mozgásteret. Úgy döntöttek, hogy kilépnek, céget alapítanak, beindítják a dolgot, majd visszajönnek és befejezik a kutatást. Larry és Sergey arra készült, hogy otthagyja a Stanfordot, és megalapítják a keresőmotorral foglalkozó cégüket, amit ekkorra Google néven jegyeztek be. A szó egy matematikai fogalom, a 10/100 hatványának elírásából jött létre. Megmutatták néhány addigi munkájukat, amiket természetesen érdekesnek tartottam, és részt akartam venni bennük. A Google első alkalmazottja Craig Silverstein, az egyik PhD hallgatótársuk lett. Eleinte hárman voltunk, és úgy tűnt, hogy ez örökre így marad. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy megfelelő embereket találjunk. Voltak, akik szakmailag nagyon jól képzettek voltak. Mégsem vettük fel őket, mert a személyiségük nem felelt meg a közös munkához. A Stanfordra járó három doktorandusz a Szilícium völgyben közhelynek számító helyen egy garázsban nyitotta meg székhelyét. A vállalat terjeszkedni kezdett.
1999. januárjában, pár hónappal az alapítás után csatlakoztam. Larry Ver és Szergejjel együtt akkoriban 4 másik munkatársa volt a cégnek. Egy lakóház felét bérelték a Google egyik jelenlegi alelnökétől, aki még ma is ott él. Mindenki irodákban, vagy ha úgy tetszik, hálószobákban dolgozott, a garást is beleértve. Azt hiszem, egy nyomtató és egy pingpongasztal volt ott, de valójában a teljes vállalat nem a garázsban működött. Az egész egy garázsból indult, és tettem is azért, hogy ez így legyen. Talán csak havonta vagy két havonta egyszer, de gondoskodtam róla, hogy időnként kiköltözzünk a garázsba és ott dolgozzunk. Azt akartam, hogy az ehhez hasonló alkalmakkor elmondhassam, hogy egy garázsban kezdtünk. Tehát figyelem, egy garázsban indult el a cég, amihez egy házszobá is hozzátartoztak. Amikor a Google kinőtte a garázsát, a székhelyét egy Palo Alto belvárosában lévő szokványos irodahelyiségbe tette át. Akkoriban Palo Altóban dolgoztunk, ami egy étteremvárosra hasonlított. Azt a célt tűztem ki, hogy minden este másik helyre menjünk. Mindig elmentünk valahová vacsorázni, sőt, valójában ebédelni is. A vállalat gyorsan növekedett, és hamarosan ismét költöztek. De mivel az új helyen kevés étterem volt a közelben, Larry és Szergej úgy döntött, hogy hatékonyabb és olcsóbb lenne, ha saját konyhájuk és szakácsuk lenne. A kiválasztott korábban egy ideig a Grateful Dead nevű zenekarnak dolgozott. A legelején részvényeket ajánlottak fel, amiket vonakodtam elfogadni. Megkérdeztem róla az apámat. Ezek a fickók azt akarják, hogy fizessek nekik egy olyan vállalat részvényeiért, amit nem jegyeznek nyilvánosan. Erre azt válaszolta, ez átverés, ne higgy nekik, egy centet se adj. Más kereső oldalakkal ellentétben a Google kezdőlapja letisztult és hatékony volt, mentes az idegesítő reklámcsíkoktól és felugró ablakoktól. Larry Page és Sergey Brin figyelemmel kísérte a Google keresőmotor növekvő népszerűségét, ám ez az oldal továbbra sem hozott tényleges bevételt, és nem volt használható üzleti tervük a nyereségessé tételére. Az alapítóink úgy határoztak, hogy ameddig csak lehet, nem kezdünk bele a reklámértékesítésbe. Az áttörést azt hiszem az jelentette, amikor felvetettem, hogy csak szövegalapú reklámokat jelenítsünk meg, és kerüljük a mozgóképeket vagy zavaró dolgokat. A Google egyszerű reklámokat jelenített meg a keresések alapján, melyekre az emberek rákattinthattak. 2000 októberében a vállalat egy új tevékenységbe kezdett, útjára indította az online reklámértékesítését. Szinte azonnal dőlni kezdett a reklámbevétel, és a befektetők egyre nagyobb nyomást gyakoroltak Larryre és Szergejre, hogy egy tapasztalt vezérigazgató vegye át a cég irányítását. Választásuk a számítástechnikai világ egyik tapasztalt veteránjára, Eric Schmidtre esett, aki korábban sikeresen igazgatta a Novell Software céget, előtte pedig a Sun Microsystemsnél dolgozott. Az alapítók számára azonban talán még ennél is fontosabb volt, hogy hozzájuk hasonlóan ő is mérnök informatikus volt, aki nagyon jól ért a vállalkozásokhoz. A Google álláspontja szerint a kreativitásnak a vállalaton belül dolgozó, találékony egyének a forrásai, akiknek támad egy ötletük, de nincs idejük, hogy dolgozzanak rajta. Ezért kidolgoztuk az úgynevezett 20%-nyi idő fogalmát. A cég minden szakemberének lehetősége van, és erre bátorítjuk is őket, hogy munkaidejük 20%-át a számukra és ne a számunkra fontos dolgokkal töltsék. A cég 23. alkalmazottja Paul Buckeye-t, akitől a Ne légy gonosz jelmondat származik, volt az a mérnök, aki egy nap előállt a belső levelezésre használt Gmail program ötletével. Mindenek előtt már a Gmail létrehozásával szemben is számos kifogást hoztak fel. Az egyik legjelentősebb az volt, hogy az e-maillel nem lehet pénzt keresni. Azon gondolkoztunk, hogy mi lenne, ha célzott hirdetéseket helyeznénk el. Például, ha valaki kap egy e-mailt egy sítúráról, akkor egy síferszerelést vagy kesztyüket népszerűsítő reklám jelenjen meg. Úgy döntött, hogy megpróbál egy olyan kódot írni, amivel a Google gépei átnézik a Gmail üzeneteket, és kiadják a megfelelő reklámot. A másnapi munkakezdésre már nagyon felcsigázta a többiek érdeklődését, de nem csak jó értelemben. Egyesek szörnyen rossz ötletnek tartották. A közel egy évig tartó megbeszélésekből arra emlékszem, hogy folyamatos viták voltak a szolgáltatások típusa, a hirdetések és az ehhez hasonló dolgok fölött. Végül úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk. És április 1-én elindítottuk a Gmailt, amit sokan egy viccnek tartottak. A célzott hirdetések beépítése a Gmailbe 2004-ben viszont nem bizonyult tréfának, és tovább növelte a Google folyamatosan emelkedő bevételeit. A Google egy pénztermelő hirdetési gépezetté alakult.
Ami pedig a nyilvánosságot illeti. A Google részvényeinek első nyilvános kibocsátása soha nem látott hírveréssel járt. Amikor a vállalat az első nyilvános részvény jegyzésére készült, egy féltve őrzött titkot kellett felfednie. Elképesztően nagy bevételre és nyereségre tett szert. Mindez meglepte a legtöbb befektetési tanácsadót, és nagyon vonzóvá tette a Google részvényeket. 2004. augusztus 19-én a Google részvények első kereskedésekor számtalan új keletű milliómos született. Ezek a korai befektetők és a cég első alkalmazottai megütötték a főnyereményt. Bárki, aki a pénz miatt száll be egy vállalatba, annak az első nyilvános részvénykibocsátás nagy dolognak számít. Bármilyen kilépési stratégiával, felvásárlással, nyilvános ajánlattétellel jól jár. Jól megvagyok, biztosított a megélhetésem. A legtöbben vagyonosnak tekintenének, én is annak tartom magam. Larry és Sergei mostanra már jóval több, mint vagyonos. Alig 6 év alatt milliárdossá váltak. A cégüknek nevet adó Google a világ egyik első számú keresőprogramja lett. A Google ige formájában még a szótárakba is bekerült, technológiai eszközként pedig a tömegkultúra részévé vált. A fiatalok szemében a kollégiumok és a számítógép fanatikusok mennyországának keveréke, ezért évente több mint 1 millió állásajánlat érkezik a vállalathoz. A Google-höz kerülve érzem először igazán, hogy mindenki tudja, mit csinál, és jobban tudják nálam. Mi szükséges ahhoz, hogy valaki egyike legyen a Google kevés kiválasztott alkalmazottjának? A Googleplex, ahogy az épületet a benne dolgozók nevezik, azt a benyomást kelti bennük, hogy ők a legjobbak és a legokosabbak. Megérdemlik az ingyenes étkezéseket, a kedvezményes masszázs szolgáltatást és az ingyenes mosodát. Mint ahogy a mozgó fodrászatot is. Mindamellett, hogy Larry és Sergei nagyon okos és kiváló emberek. Szerintem az egyik legjobb lépésük az volt, hogy meggyőződtek arról, hogy a fellelhető legjobb és legkiválóbb emberekkel vegyük körül magunkat. Évente több mint 1 millió állásajánlat érkezik a Google-höz, ám ahhoz, hogy valaki csatlakozhasson az egész világra kiterjedő, közel 20 000 alkalmazott táborához, tesztek és interjúk nehéz sorát kell kiállnia. Rajin Seth, aki szintén a Stanfordon végzett informatikusként, több csúcs technológiájú vállalatnál dolgozott, mielőtt a Google-höz jelentkezett. Úgy 10-15 interjún vettem részt, mielőtt az utolsó alkalommal Larryhez kerültem. Szó szerint az történt, hogy egyik nap Larry Page irodájában kellett helyet foglalnom az interjúhoz. Egy csomó kemény kérdést tett fel. Nem tudom, hogy teljesítettem, de látszólag eléggé megkedvelt ahhoz, hogy állást ajánljon. A mérnök informatikusok után az újonnan felvett termékmenedzsereket tartják a legnagyobb becsben. A Google főként azért vett fel velem együtt frissen végzett termékmenedzsereket, hogy ezeket a hozzám hasonló jövőbeli szakembereket a saját ízlésének megfelelően formálja. Nagyrészt fiatal, friss diplomások, rendkívül jó vizsgaeredményekkel, akik hatalmas felelősséggel és befolyással rendelkeznek pályájuk kezdetén. Jelenleg ez azért nem olyan fontos, mert nem hisszük, hogy rögtön ki tudja váltani a kezdőlapot. A kanadai Jeff Harris a legújabb hullámmal érkezett. Az én munkámat olyan embereknek találták ki, akiknek megvan a műszaki hátterük, de nem feltétlenül a mindennapos programozási feladatokkal bízzák meg őket. A feladatom lényege, hogy tartsam a kapcsolatot a programozást főmunkaként végző mérnökökkel, és meggyőződjek róla, hogy mindegyikük ugyanazon cél felé halad. Nemrég múltam 22 éves. Azt hiszem, a legnagyobb meglepetést a Google-nél az jelenti, hogy mennyire nyitottak az itteni munkákkal kapcsolatban. Minden egyes tervezet részleteit megnézhetem a belső oldalukon, ami szervezeti szempontból nagyszerű.
Habár a Google belső körökben rendkívül átlátható, sok más nagy szilíciumvölgybeli csúcs technikájú vállalathoz hasonlóan roppant érzékeny arra, hogy a kívülállók miről tájékozódhatnak, akár a monitoron látható kódokról, vagy a szinte mindenhol fellelhető fehér írótáblákon lévő irkafirkákról van szó. Úgy véljük, hogy a mindent beterítő írótáblák kreativitásra ösztönöznek. Felrajzolhatunk dolgokat, átadhatjuk az ötleteinket, és közösen dolgozhatunk rajtuk másokkal. Elviekben megoldható, hogy ugyanabban az időben jelenjen meg, vagy nem? Gyakran előfordul, hogy az emberek előveszik a mobiljukat és lefotozzák a táblát, majd e-mailen körbeküldik a képeket, és ezek is bekerülnek a megbeszélés jegyzetei közé. A helyet ellepő írótáblák és ételstandok mellett a Google irodák másik szembetűnő sajátossága, hogy nem használnak papírt. Nagy részt papír nélkül dolgozunk. Bevezettük, hogy a munkatársak laptoppal érkeznek a megbeszélésekre. A jegyzetek többségét elektronikusan rögzítik. Így ezek azonnal megoszthatók másokkal. Az új és újító technológiák széles skálája iránti telhetetlen étvágy azt jelenti, hogy a Google folyamatosan zsákmány után kutat. Nem mindent a Google talált ki. Több csapatunk is van, akik a kis cégeknél lévő nagyszerű technológiákat keresik, amiket megszerezhetünk, megvásárolhatunk, nekik pedig előnyük származik a Google szerkezetéből. Mivel rengeteg pénz és részvény áll rendelkezésükre, bármilyen céget felvásárolhatnak, ami felkelti az érdeklődésüket. Így lett a YouTube, a Google Earth, a Picasa, valamint egy webalapú szövegszerkesztő, a Writely is Google termék. A Writely egy böngészőben futtatható szövegszerkesztő volt. Megnyitottuk, mint egy normál weboldalt, és működött. A sajtóban megjelentek alapján a Google felfigyelt rá. A Google megvette a Writely-t, és felvette az alapítóit, hogy továbbfejlesszék a programot. Olyasmihez tudnám hasonlítani, mintha kisgyerekként kis papírhajókat hajtogatnék egy patak mellett, amiben nagy örömömet lelem. Majd elsétál arra egy milliómos, és azt mondja, kölyök, ez nagyszerű, itt van egy halom fél centi vastag acéllemez, egy csapat ívheggesztő, építs nekem egy hadihajóflottát. A Writely-ből fejlődött ki a Google Docs. Ez az irodai programcsomag a személyi számítógép helyett a Google szerverein tárolja az alkalmazásokat és az adatokat. Kissé furcsa érzés. 42 éves vagyok, már őszül a szakállam. Nem vagyok annyira öreg, de nagyjából a munkatársaim 90%-a fiatalabb nálam. Nagyon sok fiatal mérnök dolgozik itt, ami nem zavar. Sőt, inkább érdekes számomra. Azt hiszem, mindenki eljut arra a pontra a karrierjében, amikor a dolgok már nyilvánvalónak tűnnek. Nincs bajom az itteni szakmai közeggel, nem félek tőle. Munka közben nagyon termékeny, kegyetlen, ragadozó programozó vagyok. Mindannyian tartanak tőlem, ezért békén hagynak. A kezdetekkor még nem dolgoztam itt, de az én értelmezésem szerint az alapítók elve az volt, hogy a munka során a mérnöki szempontok érvényesüljenek. Ennek alapján az informatikusok elsősorban a hatékonyságra törekszenek. Újabb rangsorolást kell végezni. Ha megnyitsz egy szöveges dokumentumot a Gmailben, hiba üzenetet ad ki. A legtöbb csapat hasonló, nagyon rövid, nagyjából 10 perces állva tartott megbeszéléssel kezdi a napot. Egy-egy megszólalónak nagyjából egy perce van. A ceruza a legyek urában lévő kagyló megfelelője. Az szólal meg, akinek a kezében van. Ezért most egy nagyon hatékony megbeszélésen vagyunk túl. Az egész csapattal 5 perc alatt közölni lehetett a mai menetrendet. A Google Docs csapata emellett a heti sétájuk során beszéli meg a problémákat. Úgy vélem érdekes olyan nagy dolgokkal próbálkozni, amelyek megváltoztatják a világot. Azt hiszem, ezért szeretek itt dolgozni. Meg akarjuk változtatni a világot. Nagy dolgokat akarunk véghez vinni. 8 órán át szerkesztették, az elejét és a végét vágta le. Rendben, semmi baj, ez így teljesen jó. Az embernek több millió felhasználóval, nagy adatközpontokkal, képekkel, informatikai feladatokkal kell megbirkóznia, ami jó szórakozás. A számítógép fanatikusok számára a szórakozás valójában 1976-ban kezdődött egy szilíciumvölgybeli garázsban, amikor két egyetemről kibukott fiatal megalapította az Apple nevű céget, és útjára indította a személyi számítógép forradalmát. A világszerte több millió otthonba és irodába eljutó asztali számítógép uralma mindent megváltoztatott. Ám most, több mint egynegyed évszázaddal azután, hogy beférkőzött az életünkbe, a PC jóformán elvesztette a kezdeti varázsát.
A Google arra törekszik, hogy ne legyen szükség személyi számítógépekre, és ezzel újabb forradalmat indítson el. A lehető legtöbb adatot a saját szerverein akarja tárolni. Az egyik dolog, amit szerintem a kezdetektől, a Stanfordon töltött időt is beleértve, alábecsültek bennük, hogy jól értettek a számítógépes rendszerek minél olcsóbb kiépítéséhez. Így manapság hatalmas számítási teljesítményt tudnak viszonylag alacsony áron biztosítani. A Google kezdetektől fogva fontosnak tartotta, hogy a lehető legolcsóbban építse fel az internetes keresést és naplózást kiszolgáló szervereit és tárhely létesítményeit. Az internet terjedésével egyre nagyobb számítási teljesítményre lett szükség. A Google hatalmas adatközpontokat épít. Személyi számítógép alkatrészeket használunk, majd számos speciális rendszert készítünk, hogy megbirkózzunk a szükséges méretekkel. A Google-nál a méret döntő szerepet játszik. A szinte korlátlanul rendelkezésre álló számítási kapacitásnál a nagy mennyiségben felhalmazott adatok talán még nagyobb értéket képviselnek. A kezdő informatikusok olyan adatmennyiséget használhatnak tesztelésre, amivel többségük még sosem szembesült. A munkatársammal olyan ötleteken dolgoztunk, amelyekből később egy a Google Bookmarkshoz nagyon hasonló dolog jött létre. Számolgattunk, és azt mondtam, hogy ez úgy 4 petabájtnyi adat lehet, ami nem tűnik annyira rossznak. Ha nem dolgoztam volna már egy hónapja a Google-nél, megdöbbentem volna, ha egy ilyen mondat hagyja el a számat, hogy 4 petabájtnyi anyag nem tűnik rossznak. Ez a megdöbbentő 4 petabájt 4 millió gigabájtnak felel meg. Ez olyan elképesztően nagy szám, hogy az egyszerű halandónak szinte elképzelni is nehéz. Miközben a háttértárolók mérete növekszik és az áruk pedig csökken, a Google az úgynevezett számítási felhő felé veszi az irányt. A számítási felhő mögött az az elgondolás áll, hogy mindent egy szerveren tárolunk, ahol szakemberek kezelik azt. Manapság az okozza a gondot, hogy minden a számítógépünkön van, amit leejtünk, eltörlünk, letöröljük az adatokat, kész katasztrófa. Miért nem teszünk minden fontosat egy biztonságos, ellenőrzött helyre, ami minden alkalommal, minden eszközön és bárhol elérhető? Ez forradalmi változást jelent abban, hogy miként tartjuk a kapcsolatot, végezzük a munkánkat, hogyan játszunk és élünk. Az emberek tudni szeretnék, hogy mi történik a személyes információkkal, a banki egészségügyi és egyéb adataikkal, amiket nem ők felügyelnek, hanem valahol máshol vannak. Meg kell bíznom abban, aki tárolja, hogy ne tegyen velük olyat, amit én nem akarok. Vajon ez a megoldás kitárja a hátsó kaput a kormányok és nagyvállalatok számára, hogy titokban hozzáférjenek a velünk kapcsolatos adatokhoz? Ha mindenki digitális adatai számítási felhőkbe kerülnek, akkor pontosan hol találhatók ezek a felhők? Egyikük az észak-karolinai Blue Ridge Mountains lábánál szállt le a földre. Ez a hely valaha az amerikai bútoripar központja volt, majd a 90-es években az olcsó tengeren túli munkaerő elszívta a megrendeléseket, és egy romba döntött gazdaságot, valamint roppant sok felesleges áramot hagyott hátra. Merő véletlenségből a számítógépes adatközpontok falánkan fogyasztják az áramot a szerverek üzemeltetéséhez és a hűtéshez használt tekintélyes mennyiségű víz hűvösen tartásához. Lenore városában mindkettőből bőségesen volt, ezért 2005 végén a Google teljes titokban felkereste a települést. A Google szempontjából legalábbis, ahogy én látom, az adatközpontok megépítéséért folyó verseny nagyon erős, és az információ az ő meglátásuk szerint csak rájuk tartozik. Ezért nem akarták, hogy a versenytársaik megneszeljék, hogy mivel foglalkoznak. T.J. Rohr jogász és a Lenori városi tanács tagja is részt vett a zárt ajtók mögött zajló tárgyalásokban.
Olyan információkat fettek fel nekünk, amiket mi nem adhattunk ki másnak. Egyértelműen úgy álltak hozzá, hogy úgy lesz, ahogy mi akarjuk, tetszik vagy nem. Ezeket a feltételeket ajánljuk. Önök vagy elfogadják, vagy elutasítják. Az elszánt helyi és állami hivatalnokok nagyon készségesek voltak, hogy megkössék az üzletet, ami a Google-t erre a romba döntött vidékre hozza. 30 éves adómentességet ajánlottak az ingatlanra és a forgóeszköz beruházásra. A becslések alapján mindez 165 millió dollárt jelent a 3 évtizednyi idő. Az adatok ezekből a számítások szerint egyenként 600 millió dollárba kerülő digitális raktárakból áramlanak. Itt vannak az e-mailek, a fényképek, a zenék, a videók, a térképek és a keresések, melyek adatgyűjtő nagyhatalommá tették a Google-t. A vállalat nem árulja el, hány szerverfarmot üzemeltet, de a szóbeszéd szerint közel 3 tucatnyi található belőlük világszerte. Mindegyikük digitális összeköttetésben áll egymással. Eddig mindegyik a szárazföldön volt, ám mindez megváltozhat. Egy a Google által benyújtott szabadalom alapján a nyílt tengeren építenének adatközpontokat. A legújabb hullámenergia hasznosítással működő szerverek uszályokban működnének. A feltételezés szerint a tengeri szervereket sokkal olcsóbb lenne üzemeltetni, és kétségtelen, hogy nem kéne utánuk ingatlan és vagyonadót fizetni. A működő modell még megépítésre vár, ám a Google olyan vállalat, amely szeret gyorsan lépni, ha csúcstechnikáról van szó. A kínai iroda megnyitásához azonban időre volt szükség. Az országban megdöbbentő mértékben növekszik az internet használat. 2009-re az internet használók száma meghaladta az Egyesült Államok teljes lakosságát. Robbanásszerűen növekvő piac, amit még bonyolultabbá tesz a kormányzati cenzúra. Későn léptünk be Kínába, elkéstünk, mert fenntartásaink voltak némelyik tartalomszolgáltatási törvénnyel. Ahhoz, hogy a Google irodát nyithasson Kínában, bizonyos oldalakat ki kellett szűrnie a keresési eredményekből. A kormány dönti el, hogy kilépheti át a kínai tűzfalat. A kínai iroda vezetésére a Microsoft felső vezetőjét, Kai-Fu Lee-t kérték fel, aki korábban a szoftvercég kínai tevékenységét irányította. 2005-ben Kai-Fu Lee a Google egyik új alkalmazottja lett. Amikor a Google-hoz kerültem, az érzéseimet és a látottakat csak a döbbenet szóval tudtam kifejezni. Azt hiszem, több dolog. A Google által képviselt értékek és a fiatal, boldog vállalat képe váltotta ezt ki. Az a célom, hogy a kínai irodában a lehető legjobban hasonlítson a környezet a Mountain View beli irodájéhoz. Lehetetlen, hogy pont ugyanolyan legyen, mert a kínai és amerikai kultúra eltér egymástól. Semmi sem választja el jobban ezt a két világot annál, mint hogy kik használják az internetet. Az átlagos internet használó Kínában 25, az Egyesült Államokban 42 éves. Ez jelentős különbség, és a használati szokások is igencsak mások. Fiatalkorukból adódóan a kínai felhasználók jobban szeretik a szórakoztató tartalmakat, játékokat, zenéket, videókat. Kevesebbet keresnek és vásárolnak a világhálón. Ehhez hasonlóan a hálózat használatakor az egyszerű felületekkel ellentétben olyasmit szeretnek, ami zsúfolt és nagyon izgalmas. Az internetkávézókat megtöltik a fiatalok, akik közül sokan azért vannak itt, mert otthon nem foglalkozhatnának ezekkel a játékokkal és filmekkel. Az illegális zeneletöltés látszólag sem itt, sem otthon nem tűnik tiltottnak. Felfigyeltünk arra, hogy a legtöbb kínai internethasználó licenc nélküli zenét tölt le más keresőkön keresztül, és ez szokássá vált. Szerintem a legtöbben ezt természetesnek veszik, mintha joguk lenne hozzá. A letöltésenkénti díjazásra, sőt még az előfizetéses szolgáltatásra tett kísérleteink végén is egyértelműen arra jutottunk, hogy ezek sosem fognak működni.
A Google egyik mérnöke és termékmenedzsere munkaidejének 20%-át felhasználva előállt egy a nagy lemezkiadók által is támogatott ingyenes letöltési szolgáltatással. Reményeink szerint megtaláltuk a megoldást, ami nem csak sikeres, hanem jövedelmező is lesz a lemezkiadóknak, a partnereinknek és nekünk is. Miközben úgy tűnik, hogy a kínai kormány eltűri az illegális zeneletöltést, kevesebb türelmet tanúsít a Google-lal szemben. Nemrég pornográfia terjesztésével vádolta meg a céget. A Kínában bejegyzett irodának be kell tartania a helyi törvényeket. Bármik is legyenek a törvények? Az alkalmazottaink kínai állampolgárok. Be kell tartaniuk a kínai törvényeket, bárhol is dolgoznak. A kínai törvények elfogadása azt jelentette, hogy Kínán belül a keresési eredmények a Falun Gong, tibeti függetlenség vagy a Tiananmen téri tüntetés címszavakra teljesen más eredményt adtak ki, mint az országon kívül. 4 éven át működött így a rendszer. Majd 2010. januárjában a Google bejelentette, hogy beszünteti a keresési eredmények cenzúrázását, mivel egy Kínából érkező hacker támadás a Google szellemi tulajdonát és kínai emberjogi aktivisták Gmail fiókjait vette célba. Miközben Kína ragaszkodik a törvényei betartásához, a Google arra figyelmeztette, hogy ha a szűrő nélküli keresővel kapcsolatos tárgyalások sikertelenül zárulnak a kormánnyal, beszüntethetik tevékenységüket az országban. Az Egyesült Államok kormányával azonban semmiféle tárgyalást nem folytattak, amikor nem sokkal 2001. szeptember 11-e után egy olyan törvény született, amely kiterjesztette az államfelügyeleti jogkörét, és addig példátlan hozzáférést adott az emberek digitális tevékenységéhez. Ezek a felhatalmazások mostanra elég széles skálán mozognak. A magánszemélyek bankszámlájának és az adatforgalmuk ellenőrzésétől kezdve egészen addig, hogy levélben felszólíthatják a tárhely szolgáltatókat, hogy a felhasználó vagy bárki más értesítése nélkül fedjék fel az összes információjukat egy adott személyről. Ez az elgondolás áll a nemzetbiztonsági vizsgálat mögött. A Washington DC-beli elektronikus adatvédelmi információs központ igazgatója, Mike Rottenberg aggódik a számítógépes szerverfarmokra átkerülő új digitális adatok miatt. Nem azt mondom, hogy megfelelő körülmények között a kormánynak ne legyen hozzáférése ezekhez az adatokhoz. Valójában egyes esetekben létfontosságú a törvénysértések és nyomozások elősegítéséhez. Szükség van azonban felügyeletre, elszámolhatóságra és átláthatóságra. A számítási felhővel az a gond, hogy jelentősen megkönnyíti a kormányzat számára, hogy titokban hajtsa végre ezt a megfigyelést anélkül, hogy az emberek tudnák, hogy a személyes adataikat, üzleti feljegyzéseiket kiadják. Megkértem a Google dolgozóit, hogy adjanak egy statisztikát az egy hónap alatt beérkező idézések és végzések számáról. Ne mondjanak semmi mást, ne fedjék fel a tartalmukat, csak a számokat. Hány ilyen igény érkezik? A felvetés nem tetszett nekik, és élből elutasították. Ahogy a Google úthengerként tarol és mindent digitalizál az útjában, új követőkre talál. Washington DC városa úgy döntött, hogy leválik a Microsoft Office-ról, és áttér a Google alkalmazásaira. A számítási felhő nyújtotta olcsóbb, biztonságosabb és hatékonyabb közös munkavégzés túl csábító volt ahhoz, hogy elutasítsák. A bizalom központi szerepet tölt be nálunk. Ha a Google megsértené valaki bizalmát, a sajtó kivégezne minket, és az emberek hirtelen visszatartanák az adataikat, felhagynának a kereséssel, nekünk csökkenne a bevételünk, ami szörnyű lenne mind a vállalat, mind az ügyfelek számára. Egyesek nem hisznek abban a naív önzetlenségben, hogy tényleg a felhasználók javát szolgáló termékeket próbálunk készíteni. Olyasmi jár a fejükben, hogy megpróbáljuk irányítani a világot, vagy valami ehhez hasonló. Mit mondhatnék erre? Az egyetemi oktatás nem erre nevelt minket. A vállalat azonban egy feltörekvő fiatalokból álló csapat miatt is aggódhat, akik a keresés megváltoztatására készülnek. A Google eredeti adatfeldolgozó modelljétől eltérően más szemszögből közelítenek a kereséshez. Az úgynevezett baráti bölcsesség erejét akarják kihasználni. Úgy vélem, hogy az elkövetkezendő jó pár évben ez a hely fogja meghatározni az internet és a világ jövőjét.
miért van az, hogy a közösségi keresés egyes élharcosai régebben a Google-nél dolgoztak, és most készek szembeszállni egykori munkaadójukkal? A világszerte közel 20 000 alkalmazottat foglalkoztató Google korai alkalmazottjainak némelyike egy általuk újabb nagy lehetőségnek tartott dolog miatt áll tovább. A San Francisco egyik alacsony árfekvésű negyedében induló internetes vállalkozás bővelkedik a Google örökségében. Számos alapítója korábban a Google-nél dolgozott, cégük, az Aardvark azonban túl akar lépni a Google-on és át akarja formálni a keresést. A közösségi keresés a legjobb szó rá. Abból indulunk ki, hogy egy adott pillanatban a megfelelő embert keressük. De nem az életrajzára vagyunk kíváncsiak, hanem kapcsolatba akarunk lépni vele, mert tud valamit, ami segíthet nekünk az adott pillanatban. Olykor ez nem nagyon szerepel egy weboldalon, de van valaki, aki tudja a választ. Mindannyian tagjai vagyunk közösségi hálózatoknak, az Aardvark alapjában véve egy eszköz, ami kihasználja ezt. Egy másik induló közösségi hálózat egy szilíciumvölgybeli autópálya mellett fekvő, átlagos ipari parkban található. A korábbi Google alkalmazottak lenyűgöző listáján Paul Buckeyt is megtalálható, aki megalkotta a vállalat híres vagy talán hírhet, ne légy gonosz jelmondatát. Az apró cégük, a FriendFeed egy új közösségi hálózati szolgáltatást fejleszt, ami megosztja és figyeli, hogy mit hallgatnak, olvasnak, vagy tesznek közzé a barátaink a világhálón. Egyikünk sem tudja, hogy mi lesz ezután, de sok szempontból ez is a buli része egy új cégnél. Egy nagy vállalatnál könnyen meg tudom jósolni, mi történik jövőre. Egy induló vállalkozásnál fogalmam sincs. A következő év óriási siker, de óriási kudarc is lehet. A Google egy esetleges felvásárlás miatt már szemet vetett a FriendFeed-re, ám még mielőtt a cég megkezdte volna második éves működését, a hírek szerint 50 millió dollárért bekebelezte a Facebook közösségi hálózat. A Harvardról kibukott fiatal által 2004-ben létrehozott Facebook robbanásszerű növekedésen ment át, és valódi kihívást jelent a Google számára, miközben meglepően sok korábbi Google alkalmazottat csalogatott át. A Google elhagyása, hogy a Facebookot választottam, úgy vélem, megmutatja, hogy mennyire elszánt és biztos vagyok a Facebook küldetésének fontosságában. Jelenleg a Facebook és a Twitter a legnépszerűbb közösségi hálózatok. Felismerték, hogy a barátokra alapozott ajánlások egy olyan formája a keresésnek, amely nagyon távol áll a Google Redex számításokon alapuló algoritmusaitól. Az informatikusok körén kívül eső legtöbb ember számára a világ a kapcsolatokból és a másokkal való kapcsolatteremtésből áll. Ezért a technológiai fejlődés szempontjából a Facebook a következő fontos lépés. A Google az Orkut nevű hálózattal lépett be a közösségi hálózatok piacára. Habár ez rendkívül népszerű Indiában és Dél-Amerikában, nem talált sok követőre az európaiak és észak-amerikaiak között. A Google nem csapott rá a közösségi hálózati üzletre, és ez részben az alapítók személyiségének tudható be. Ők informatikusok, számukra nem a baráti csevegés, hanem a tudományos világtól kapott információ a legfontosabb. Mindig is volt egyfajta előítélet, hogy ez az egész nem olyan érdekes. Miért töltsenek vele időt? Ám ahogy a világ felkapta a Facebookot és a Twittert, azt mondták, jó, hát rendben, technikailag mi is meg tudjuk ezt csinálni. Beépíthetünk a Twitterhez hasonló dolgokat a Gmailbe, létrehozhatjuk a Facebookhoz hasonló Orkutot. Szerintem a vállalat nem érzi mindezt a magáénak. Ez a cég nem erről szól. Számukra a világ összes információja a lényeg. A Google valóban úgy vélekedik, hogy az adatok hihetetlen hasznot hoznak majd a társadalomnak. Szilárdan hisz abban, hogy megtalálja az adatok felhasználásának azt a módját, amely az életünket jobbá és könnyebbé, döntéseinket pedig hatékonyabbá teszi. Ez határozott meggyőződésük. Vegyük például az influenza terjedését. Úgy gondolják, hogy az olyan egyedi keresések, mint a nátha vagy más orvosi kezelésre szoruló betegségek nyomon követésével felismerik az influenzát, és hatékonyabbá tehetik a beavatkozást, így kevesebb ember veszíti életét. A Google részvények tőzsdei jegyzésének indulásakor Larry és Sergey levélben fejtették ki a vállalat jövőjével kapcsolatos törekvésüket. A Google nem egy szokványos vállalat, írták, nem is akarunk azzá válni.
A Google küldetése, hogy 300 éven belül összegyűjtse, elérhetővé és hasznosíthatóvá tegye a világ minden információját, jóval túlmutat az internetes keresésen. Legyen szó az utcák fényképezéséről, a világ könyveinek digitalizálásáról, a mobil eszközeink internetes portállá alakításáról, vagy a világ nagy videó gyűjteményének létrehozásáról, a Google továbbra is egy technológiai különlegesség marad. Jövője azonban egy eléggé tudománytalan tényezőre, a bizalomra épül. Arra a bizalomra, hogy megóvja adatainkat a hackerektől és a szaglászó kormányoktól. Arra a bizalomra, hogy nem él vissza az információinkkal. És végül, hogy méltó a jelmondatára, ne légy gonosz! 2010. februárjában a Google a jelentések szerint 50 millió dollárért megvásárolta az újonnan indult Aardvark közösségi keresőt. Narrátor Kassai Károly, munkatársak Szűcs Ferenc, Férentáj Bernadett, Horváth Zoltán, Vígvári Ágnes, Derzsi Csilla, Horváth Nóra, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a